tennéd, ha te is mozognál egy kicsit, különben megfagysz itt reggelre. Én ugye nem. Az miért? Hé, elég lesz már! Inkább menjél aztán hozzá valamit a tűzre. Eridjél már te! Valami biblia. Ez nem biblia, ez. Ez csak ilyen valami... Hát dehogy nem! Hát mi más volna ilyen vastag? Na, nézd csak. Varró Margit. Na, jó, hogy jön, tanár úr. Na, maga szerint mi ez? Kérem szépen, maguk itt valami kincset találtak. Hát ez megél legalább 5 fél rumot. Kérem szépen, ez nem Varró Margit. Ez nem Varrói Margit, Hetta Meronja. Kit a perolma? Margit egy királynő volt, vagy úgy 500 évvel ezelőtt élt. Ebben a könyvben leír egy csomó pikáns történetet. A fasza, az micsoda? Gufit szólnak benne! Hát maga kérem, tud valamit. Méghozzá nemes urak, hölgyek, hercegek, grófok. Azt attól pikáns. Hát dehogy, a gufircolástól. Olyan, mint a pikáns. Nehogy, az egy hegység. Szóval a Pireneusok híres fürdőhelyein tavaszi nagy áradások miatt, miután alaposan kikurálták magukat, ott rekedtek csapatnyi francia nemes úr és nemes úrhölgy, és még várták a jobb időket, hogy elindulhassanak. Úgy döntöttek, hogy érdekes és tanulságos történetek mesélésével szórakoztatják el egymást. Ami azt illeti, mi is a jobb időket várjuk. Úgyhogy olvassa nyugodtan, tanár. Jó, rendben.
városában egy nemes lovag, kinek nevét jó komolyan elhallgatni. Nos, ez a nemes lovag sok csatában szerzett dicsőséget a harcmezőn. És e dicsőségét a fél szemét is odahagyta. Daliás termete és hatalmas ereje ellenére csöppet sem volt harcias természetű a hitvesi ágyban. Így hát hitvese, kinek nevét szint úgy jókomban elhallgatni, oly módon keresett magának vigasztalást, ahogyan csak tudott. És ebből buzgalmában igencsak találékonynak bizonyult. Szép napon szerelmi élte szálai egyetlen hatalmas csomóban gubancolódtak össze. Pom 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 p
hatását. Hát, lát-e kegyelmed? Semmit. És most? Semmit. Hát most, édes uram. Semmit. Ajaj, az bizony nagy baj. De ne aggódjon, édes uram. Ha kell, imádkozom én magáért éjjel-nappal. Na, ezt majd később. Szent János székesegyházban van egy homályos kis kápolna. Abban egy síremlék, melyet embernagyságú fekvőszobrok vesznek körül, katonákat mintázva, hogy ekép védjék a sír gazdáját örök nyugalmát. Pedig nyugodjon békén. Forró nyári napon ide térbe hűsölni egy elcsigázott katona. A sírbonyunkból nemes ember özvegye, egy jó családból való előkelő úrhölgy, ki férje halála után bánatában zárdába vonult, ide tért be minden nap imádkozni. Thank you.
Thank you.
Élt túrvárosában egy gazdag gabona kereskedő. Ki idős korára fiatal nemes hölgyet vett feleségül, nevét azonban családja iránti tiszteletből nem árulhatom el. Nos, ez a fiatal nemes hölgy uragazdagságát épp úgy nem átallotta kihasználni, mint annak balgaságát. Kiváltképp különös vonzalmat érzem a jámbor életű férfiak éges szólásaira. Thank you.
édes bűn után, édes a bűnhődés. Na! Itt a rostája, az alakán! Na, kedvesem, melyik rostát adtam kölcsön a plébános úrnak? A szűk lukut? Vagy a tápukot? Hát, én azt hiszem, mind a kettőt. Mind a kettőt? Mind a kettőt! 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 Oh. Mind a kettőt! Mind a kettőt! Mind a kettőt! Legalábbis furcsább biztos. Élt amilyen városában, még a jó Károly király idejében egy Jean Gothard nevezetű híres hangszerkészítő mester. Hoppá! Zsamozsá! Az már is teherbe esett. Thank you.
él botármester szomszédságában a férjével együtt egy jámbor életű nemes hölgy, kinek a testét épp úgy elkerülte a gyermekáldás, mint elméjét a magvas gondolatok. Ovaj miri sveta, koji meni si dao, pred očava svršeta našeg opojnog sna. Jer polako već vene ova ružica mala, a to znaj, voli mene, zato molim te ja. Piši mi, makar najveće laži, samo jedno ti ne kaži, da već gotovo je sve. Nemoj reći s Bogom druže, ljubavene poput ruže. Piši i ne ostavljaj me. Nos, ez a nemes hölgy, kinek család nevét jó okon van elhallgatni, elhatározta, hogy megtudja a híres hangszerkészítő mester titkát. Thank you.
Ez a történet nem máshol, mint Orlánban esett meg, ahol a herceg kisasszonyok erkölcseit udvarhölgyek, gárdok és gárdadámok egész serege vigyázza. Így hát minden leleményre szükség van ahhoz, ha két szerelmes ifjú Ámornak, kiváltjuk, ha Érosznak kíván hódolni. Thank you.
akkor most ennek ilyen szomorúan van vége, vagy mi? Ennyi? Ennyi. Hát ezt azért nem gondoltam volna. Mit? Hát, hogy ez ilyen izé, ilyen pikás. A Pireneus. Hogy így kupircoltak? Ja, nem akartak kihalni. De várjuk csak. Van még itt egy lap. Itt lap külön állna. Na, olvasd, fiam. Puha. Na, mi van? Olvasd már. Biztos szeretnétek hallani? Ja, nem akarunk kihalni. Amboáz városában egy jó hírben álló özvegy nemes asszony, ki egyetlen lányát annyira féltette, hogy még a naptól is óvta. Lányát egy idegen országbeli nemes úrhoz adta feleségül. Felbort a lovat,
féltve dúvat természetű férjétől a törékeny lány egészségét, az anyja igen ravasz dolgot eszelt ki. Olvasni a sorok között.